estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket a Fargita Megyei Kulturális Központ és a Csíkszeredai Régizene Fesztivál szervezői nevében. Ezen az első alkalmam, amikor a Csíkszeredai Régizene Fesztivál is bekapcsolódik az Európai Régizene Napja rendezvény sorozatba. Az Európai Régizene Hálózat 2013-ban március 21-ét Johann Sebastian Bach születésnapját, a csillagászati tavasz kezdetét jelölte ki a Régizene Európai Napjának. A kezdeményezők az Európa szerte szervezett koncertekkel, konferenciákkal és más rendezvényekkel igyekeznek felhívni a figyelmet és kiemelt hangsúlyt fektetni az európai régizene kulturális örökségére és sokszínűségére. A rendezvény sorozat egyben egy nagyon fontos online esemény is, különböző országokban szervezett koncertek online is követhetők lesznek a www.remaradio.eu oldalon, így a világon bárki követheti ezeket. Mi két programmal társulunk ehhez a rendezvénysorozathoz. Ma a Kódex Együttes Erdélyi Főúri Zene című koncertjét hallgathatják meg, március 21-én pedig a Nagy István Művészeti Középiskolában a Régi Zene Fesztivál előzeteseként szervezett Barokk Zenei Klub első találkozója lesz. Szeretném ide hívni Borbó Csaba elnök urat, Hargita megye tanácsának elnökét, aki az intézményünk fenntartója is, hogy néhány kedves szóval illesse ezt a rendezvényt, és előre elnézést kért, hogy el kell mennie, de azért kértem én, hogy szóljon néhány szót. Szép estét kívánok mindenkinek! Öröm számomra itt lenni, hiszen gyerekkoromban, gyerekkorom a falváról, hát ott a Lázár kastélyban találkoztam először a Régi Zene Fesztivállal, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan érték a Régi Zene Fesztivál megyénknek, Székelyföldnek, amely hát nagyon-nagyon-nagyon komoly kulturális erőt képvisel, és pont az előbb mondtam el egy előző eseményen, hogy különös örömben volt részem a tennapi nap, amikor hallhattam, hogy a kastély többségi tulajdonosa átadta a kastély Böjte atyának, hogy hát ha így a közös összefogás egyében meg tudjuk nyitni újra a kastély kapuit, és bízom benne, hogy akkor újra ott is lehet majd Régi Zene koncerten részt venni. Hát nekem igazából az maradt hátra, hogy megköszönjem a zenészeknek, akik tényleg itt most már láthatjuk akár a március 13-ai koncert és egy sor-sor-sor eseményen, hogy öregítik a városunk, a térség hírnevét. Én azt gondolom, hogy Csíkszereda és a térség egy kulturális nagyhatalommá vált, és ehhez pedig a művészeinknek nagy-nagy kitartást, és ehhez nagy-nagy további nagy sikereket kívánok. Abban bízom, hogy a Régi Zenén keresztül is nagyon sok vendéget elhozunk a városunkban, nagyon sok helyen mégis megtelepítjük a Csíkszeredát, a térséget, Székelyföldet, és hát hajrá a mai koncertet, hát és nagyon feltöltődős koncertet kívánok. Köszönöm szépen a figyelmet, és sok sikert, Európa szemben most itt van. Az első összeállításunk, a Kájoni Kódexből olyan dallamok vannak, amik maguk a muzikológusok is ezen gondolkoznak, még nincs behatárolva, hogy sem nem népzene, de azt sem lehet mondani, hogy műzene, ilyen európai fogalomként, hanem valahol a kettő között van, és mindig ez egy talány a tudósoknak is, hogy ez mi lehet. Ez ilyen az Akkor Lázár tánca, amit fogunk most, ezzel indítjuk a műsorunkat. Ugyanakkor ennek van egy olyan változata is a népzenében, amit azt mondják, hogy úgy gyűjtöttek fel furujásoktól, hogy Szokós Feri tánca, furujá játsza. Tehát van egy ilyen átfedés Erdélyben, úgy látszik, hogy közelebb volt a népzene és a műzene, mint máshol Európában, és ezért mi ezt egymás mellé is tettük, tehát lesz a ugyanannak a dallamnak lesz a népies változata, és lesz a úgymond úrias változata. Az ötödik tánc a hatodon egy másik ilyen jellegzetesség ebbe a Kájoni Kódexbe, ami megint specifikusan Erdély, annak
hozzátettünk néhány variációt. Thank you.
Specifikusan erdélyi és magyar. Most ami következik, szintén a Kajoni Kódexben van lejegyezve, de nyugati táncok, tehát olyan táncok, amik nyugaton játsztak, és itt is valószínű, hogy játszhatták, ha már a Kajoni Kódexben ezek megtalálhatók. Persze, hogy mennyire gyakran, milyen alkalmakkor nem igazán tudjuk. Az tény az, hogy abban az időben a nemes emberek, tehát mondhatni a politikusok vagy az értelmiségiek, mindenki játszott hangszeren. Ez egy bevett szokás, hogy táncolni, hangszeren játszani és vívni minden úri embernek és úri nőnek, az mondhatni kötelessége volt, annélkül nem lehetett az úri társaságban, hát úgyhogy előkelő rangjához méltóan helyet foglalni. Tehát következnek olyan nyugati kéziratokból is felelhető táncok, amik Kajoni Kódexben is le vannak jegyezve, de köztük olyanok is vannak, amelyek egyelőre nyugaton nem került elő semmi más kéziratban, hanem csak itt nálunk, Kajoni János jegyezte le.
Thank you.
visszatérünk egy olyan zenéhez, ami most már teljesen a miénk, nem csak beszivárgott, úgymond. Bocskor Jánosnak a énekes könyvéből, Csíkszentléleki nemes ember volt 1700-as évek elején. Különben ma is van Csíkszentléleken egy olyan, hogy Bocskor hegy. Tehát lehet, hogy valami összefüggés. A cselistán mindenképp ott lakik. Ha más összefüggés nincs is, akkor ez van. És egy diárdal következik. Hát úgy látszik, hogy sokat nem változott a világ az utóbbi 300 évben, ezt tűnik ki a következő dalból. Ugyanis arról van szó, hogy egy diák, amely megunja az ablatívot és az akkuzatívot. Úgy látszik, itt most is ugyanott tartunk, hogy vannak ilyen diákok, akik nagyon unják az ablatívot, meg az akkuzatívot, és eldönti, hogy elmegy katonának, Isten hozzá rudimenta. Tehát a rudimenta az egy olyan tantárgyat jelentett, ami a tudományoknak az alapjait vizsgálta, és a különböző tudományok közötti összefüggést. Ez egy első tantárgy volt, ezzel kezdték az oktatást általában az iskolában a gyermekek. Tehát Bocskor Jánosnak a Isten hozzá rudimenta című dala. Thank you.
csak egy kicsit erdélyesítve, Uccellini, Marco Uccellininek egy szonátája következik, de úgy alakítottuk át, hogy az erdélyi nemességnek is tetszedjen, tehát beletettünk ilyen erdélyi hangszereket. Thank you.
Erdély zene, újra Bocskor Jánosnak következik négy dala, két nagyon szomorú lassú dal, az életnek a mulandóságáról, az elmúlásról, az életnek a hiába valóságáról szól, pontosabban arról, hogy földi szinten úgy néz ki, hogy sok értelme nincsen az életnek, ha csak nem a mennyei dolgokat keressük az életbe, az, ami kitöltheti ezt a hiába valóságot. Majd a harmadik dal az a megváltásról szól, az utolsó dal pedig egy specifikusan mondhatni erdélyi lakodalmi ének, amik arról van szó, hogy ahhoz, hogy az ember egy finom ételt meg tudjon enni, ahhoz meg kell nősülni, hogy a saját lakodalmán tudjon enni valami jobb dolgot.
Lesz földi dicsőség, amely nagynak látszik, ez a szentírásban virágnak mondatik. Vagy könnyű levélnek, mely széltől vitetik, eképpen világból minden kivettetik. Azt ne mondd hiédnek, amit elveszem nő, az mit ad ez világ, az visszavevendő. Mennyei dolgokat te légy keresendő, ez boldog kereset, ki el nem veszendő. És feltörte a tenyerét. Más megoldást nem találtuk, mert a bőgő az egy olyan hangszer, ami feltöri a tenyerét az embernek, úgyhogy muszáj volt énekelni. A következő dalunk, összeállításunk pontosabban, oláltáncok, háromféle különböző kéziratból, felvidéki és szintén a Kályani Kódexben is vannak,
lejelezve román táncok, majd, ha már az olátáncoknál tartunk, akkor egy félig román, félig magyar ének következik, Bocskor Jánosnak szintén az énekes könyvéből, Micsnám furát, Micsnám luát, itt kezdődik, egy olyan rablóbandának az életéről szól, valahogy itt a csiki hegyekben, itt a környéken garázdálkodhattak, ahol együtt éltek románok és magyarok, és kialakult valószínű egy ilyen közös nyelv, ami félig román, félig magyarot majd elmondja a szöveg, hogy ki hogy szokott lopni, mikor, hogy csinálják, hogy jó legyen mindenkinek. És hogy nem kell félni, mert a jegyző úgysem veszi észre, vagy a bíró nem veszi észre. Egy darabig most is nagyon aktuális volt, most úgy néz ki, hogy egy idő után azért a bíró mégiscsak észreveszi a lopásokat, ha bár nem tudjuk, hogy most már ez teljesen mennyi a valóság belőle, s mennyi nem. Thank you.
nám furát, nincs nám luhát, én nem cselekedtem. Amit nekem az emberek a szememre vetnek. Nincs nám furát, nincs nám luhát, én nem cselekedtem. Nünka passát nekem nem kell, a pogácsa nincsen. Muszeráce, nincsám venit, ilyen messze földre. Járnő este nem mehetünk, immár az erdőkre. Korönt trekut, korönt fősét, az rönt tehén bőre. Majd szerezünk Devon potyát, jár prelámak te. Súpene ászá, mondd egy aszká, nem lehet kiütni. Soha nuski, hogy kellene egy kis tüzet ütni. Már elukró, hogy pénzemmel csak az húst is venni. De ám furát fel akarna az ispányok kötni. Ramos János, Botkor Ignác, Máj Labdá furra. Künd a dormit, szegény ember, ellopják az lóval. Ó, Danne, szemlátomást, mi mindó a furát. Az mi nap is elrontottak rajta három pálcát. Együnk, ígyunk, vigyan lakjunk, jeszte bánjunk hunga. Nune bringe, bíró ura, egyikünk sem lopta. Obra deját, esve felé, az réten találta. Minél fakult, de leadulsz, elveszni sem hagyta. Obra deják, esve felé, az réten találta. Minél fakult, de leadulsz, elveszni sem hagyta. Két cigánydal lejegyezve, nem tudjuk, hogy mit jelent a szövege. Ha ne talál valaki tudja, akkor a végén kérjük, hogy segítsen, hogy tudjuk, hogy mit énekelünk. Hát ha Cseternó ne talál csatornát jelentene, és a Pézocske az ne talál pénzt jelentene, akkor úgy néz ki, hogy a Kájon idejében is, az 1600-as években is volt összefüggés a cigányok életében a csatorna meg a pénz között. Ugyanennek van egy ennek a dalnak, a Bocskor János a kéziratában is egy változata, hát arról szól, hogy az öreg cigány az búcsúzik, de nem elutazni készül, hanem meghalni. És szétosztja a vagyont, tehát ami a szekérből áll, a szekérnek a különböző alkatrészei, majd mind a 9 gyermekét ráhagyja a feleségére, de a legvégén viszont egy nagyon-nagyon jó tanáccsal búcsúzik. Thank you.
tűnt hozzátok, megőszült fejemet már ne búsítsátok. Inkább hova megyek, azt tudok hozzátok, ha költségtek lészek, utálom hozzátok. Mennyországba megyek, túl az angyalokon, örök dicsőségben az Istennél lakom. Kedvemre sétálok a szép palotákon, rejátok és nézek a nagy ablakokon. A lelkemet immár az Istennek adtam, testemet pedig le a rossz főnek adtam. És a sátoromot nektek ajánlottam, írjátok békével, mert én nem bírhatom. Látom bőkön kükán, hogy megszomorodtál, megbocsáss szürkendem, hogy árván maradtál. Miért búsulsz, hiszen még meg nem nyomorodtál, most ne haragudjál, ha eddig morgottál. Neked hagyom mindaz, 9 gyermekemet, hozzátok el együtt vakó szekeremet. Válaszd el magadnak egyik kerekemet, jaj a kisebbik rajkónak a csigát. Ti magatok között szépen osztozzatok. A cigány seregtől el ne távozzatok, erős paraszt munkát ne is dolgozzatok. Jaj, de csalást tud, s lopást tud, tünel írtózzatok. Ki Balassi Bálintot, ha már régi zenéről és magyarról van szó.
a vitézénekek közül a széjjel tündök lenni. A dallama az a szintén a Kájunknak a lejegyzéséből származik, a Cantus Catholicus-ba írta le. Ezzel búcsúzunk. Thank you.
bekerülnek az Európa Online-nak a légterében. Ezért azt a diákdalunkat fogjuk megismételni, amikor a sorok végén a mikrofont, ahogy tartom, vagy nem a... Tehát tartom a mikrofont, így a tévében is szokták, hogy úgy már a sorok végén azt kérjük, hogy velünk együtt ismételjék meg. Azt akartam volna mondani, hogy az együttes az idén lesz, vagy már annyi, 20 éves. De nem, pont így indultunk, de azt hiszem csak én voltam, spéj. És közben felvettük a többieket, de maga az együttes, amikor megalakult, az ezelőtt 20 évvel volt. Nem szégyen. Tehát a sorok végén majd nagyon számítunk önökre. Silencium, nem kiállítják, kvít recept!